Köszönöm szépen, jó napot kívánok, elnézést kérek a késésért. Én azzal kezdeném, az élet és irodalom szerkesztőjeként dolgozom. Az élet és irodalom honlapját nem olyan régen fizetősé tettük, mindjárt elmondom, hogy miért mondom ezt. Figyelem azóta a Facebookon mindenütt a hozzászólásokat, azokat a hozzászólásokat is, amelyek mondjuk túlmutatnak azon, hogy a zsidó lapjaim lapjai már nem olvasható szabadon. Ezek, ezen hozzászólások nagy része sem érti, értetlenül fogadja, hogy miért kellene a kultúráért fizetni. Ha eddig ingyenebéd volt, akkor miért nincsen a továbbiakban is ingyenebéd. És ezt teszik ezt szerzőink, barátaink, mindazok, akik a független kultúrát támogatni szeretnék. Én azért mondtam, hogy a külső forrásokról szeretnék egy mondatot mondani, mert csak ez az utolsó esélyünk, a külső források, a független források, azok, amelyek még a kultúra, a Magyarországon függetlenségét biztosítani tudják, ugyanis mindent mást bedaráltak már jelen pillanatban minden más eltűnt, és csak a csatlósok, és csak azok a pártagok, és csak, a, csak azok juthatnak szóhoz és lehetőséghez, akik megteszik a magukét, és oda úgy figyelnek, ahogy kell, meg úgy helyezkednek, ahogy kell. Minden más esetben csak a független diakban, a független ösztöndiakban, illetve a, a, a civil szponzorációban bízhatunk. Vagyis nekünk, olvasóknak, kultúra befogadóknak biztosítanunk kell ezt a függetlenséget. Nem, lehetnek, tehát nem lehet tovább illúziónk az ügyben, hogy bármilyen alapítványi támogatás mentén független kultúra biztosítható. Abban az esetben, például az életisodalom esetében, a, egy lap, amelyik a piacról él, az megteheti, hogy bármelyik oldalt kritizálja, teljesen mindegy, hogy melyik oldal van hatalmon, a hatalommal szembeni retorikával élni tud, és ezt ha megnézik, ugye ez az elmúlt nyolc év szintagmát, tehát megnézik az elmúlt nyolc évben, hogyan viselkedett az életisadom, és, és milyen retorikával, és hogyan működött, akkor azt kell, hogy mondjam, ezt is az a bizonyos függetlenség, az olvasók, a kultúra támogatók általi függetlenség biztosította, hogy az a beszédpozíció létrejöhetett, ahonnan az élet és beszélni tud, ahonnan a független írók beszélni tudnak. Hogy a károkozás mértéke milyen, az leginkább azt jelzi, hogy eddig volt valami különös státuszkó, hogy a független szerv, az írószervezeteket, illetve az írószervezetekre és egyéb kulturális szervezetek javaslatait, munkáját figyelembe vették. A továbbiakban erről szó sincsen, vagyis olyan emberek, olyan szerzők képviseli külföldön Magyarországot adott külföldi fesztiválokon, amely szerzőknek nincsen azokon a nyelven könyvük, nincsen fordítás tőlük, nagyon hasznos, hogy ott vannak, nagyon jól tudnak ott kóborolni, biztosan megnézik a várost, ez, ez nagyon jó nekünk. Az is nagyon jó, ha mondjuk Románia fölkéri a magyar irodalmat díszvendékként, díszvendégnek egy erdélyi költő a másik erdélyi költőt valahogyan lelevelezik nagy nehezen, és utána mi... Vasalbertet kiküldjük díszkiadásnak. Ez egy remek gesztus. igen, tudunk kommunikálni, minden rendben lesz a továbbiakban is, azt hiszem. E és ez sajnos jelen pillanatban így működik, tehát mind mindaz, amit a magyar, kultúra, a magyar kultúrában, a magyar irodalom eddig hozott az országnak külföldi képviseletben, ez most, mivel a szakmai szervezeteknek már nincsen beleszólása, és kizárólag állami e e Kézben van az egész, mert ennek megkezdődött az irgamatlan rerombolása, hihetetlen, hihetetlen károkat fog okozni, mint az, ami eddig fölépült, az egy pillanat alatt kártyavárként dől majd össze. Ezen túl nagyon fontos, hogy a, hogyha a civilek és mindaz a pénz, amit meg díjakkal be tudunk hozni, akkor ugye. A magyarodalom önbecsülésen megmaradhat, és a működése fönnmaradhat. Miért mondom ezt? Jelen pillanatban a, a négy írószervezetből kettőnek a javaslatait semmilyen díjnál, semmilyen ösztöndíjnál, semmilyen lehetőségnél nem veszik figyelembe. Ez soha nem fordult még eddig elő, bárki volt hatalmon, hogy hogy az ellenségnek a szembenévő oldalon tekintett, tehát a másképp gondolkodó szervezetnek a javaslatait az éppen hatalmon lévő nevette volna figyelembe. Ilyen eddig nem volt. Olyan díjakra, amelynek mondjuk az a kiírása, hogy nemzetközi, leg, tehát a nemzetközi teljesítményre, az az elmúlt év nemzetközi teljesítményeire adják, olyan emberek kapnak díjat, akik az elmúlt húsz évben nem írtak semmit, fordításaik pedig nincsenek ezt így is lehet, de hihetetlen problémáink lesznek. Egy remekül működő kulturális ágazat, egy remekül működő kultai szféra, ami eddig tényleg, tényleg vitte, vitte ezt az országot, az, az most sajnos óriási bajban van, és csak ránk civilekre számíthat. Úgyhogy nem az élet is kampánya mellett mondtam, hanem azért, hogy, hogy egyszerűen vége az ingyenebénynek, oda kell figyelnünk önmagunkra, különben, különben pártkatonák játszó lesz a magyar irodalom is. Köszönöm, hogy meghallgattak.